Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióban vendégeinket. Az egyetem, a város, illetve a kamara részéről ma a Tudáspark projektről beszélgetünk. Erről próbálunk meg megtudni minél többet. Kezdjük talán az egyetemmel, hiszen az egyetem a fő szereplője ennek a projektnek. Miről van szó? Pár mondatban írjuk le. Hát azt gondolom, hogy talán leginkább úgy érzékeltethető ennek a projektnek a lényege, ami egy kicsit eltér az összes többitől, sok-sok projektünktől. Úgy érzékeltethető, hogy megpróbál az egyetem a társadalmi környezettel, gazdasági élet körülvevő környezetével együtt, velük közösen, az ő érdekeiket is kitapintva, de a mi érdekeinket is követve, és az sem titok, hogy akár belső szervezeti változásokat is fölvetve, hát új utakra térni. Ez a pályázat tulajdonképpen egy felkészülési jellegű pályázat, ahol a három szervezet különböző szereplői föltárják a közös érdekeiket, megpróbálják összehangolni, és sok-sok ilyen közös érdekünk van. Kicsit konkrétabban, kicsit menjünk bele. Ugyebár az egyetemen számos kutatás folyik, különböző felfedezések, találmányok, különböző innovációk vannak. Ezt próbálják utána átvinni a gyakorlatba, így durván lefordítva, tehát terméket létrehozni abból a kutatási eredményből, amit itt a Szent Ágotaiban vagy az egyetem különböző tanszékein végeznek. Van az egyetemen szervezet, amelyik ezzel foglalkozik, az nem volt elég? Kell még más is ehhez? Hát a szervezet egyrészt nem is volt elég, másrészt pedig azért a külső kapcsolatrendszer az nem egy egyetemi belső szervezet. Hogy miért nem volt elég? Nekünk van egy pályázattal kapcsolatos szervezeti egységünk, amelyik több mint 10 éve, és talán az egyetemek között összehasonlítom, az egyik legeredményesebben működő pályázati igazgatóság, vagy most jelenleg a kancellária szervezetében működő szervezeti egység, de hogy mi nem elég. Az egyetemen, ahogy ön is említette, rendkívül sok, nagyon szertágazó, több százféle kutatás zajlik. Ezeknek persze csak egy része olyan, amelyik közvetlenül érintkezik az innovációs lánccal. Amelyik érintkezik, azok közül ezt az innováció még tudománnyal érintkező korai lépéseit meg tudjuk lépni a Szent Ágotai János Kutatóközpontban. Alakítottunk spin-off céget, alakított rengeteg ilyen ezzel kapcsolatos rendezvényünk van, de onnantól még egy világ választja el a legjobb felfedezést is addig, amíg abból egy piaci termék lesz. Na ezt a lépést nagyon nehezen tudja már az egyetem akár megtervezni is jelenleg. Többek között ebből a pályázatból, ebben az irányban szeretnénk képzési elemeket beilleszteni a hallgatóinknak, doktoranduszainknak, hogy tanulja, ne idegenül viselkedjenek egy olyan világban, hogy céget kell alapítani, és fogalmuk nincs micsoda. Van, aki megfutamodott tőle, azt mondta, inkább egész életemben kutatok, de nem mondják nekem, hogy mi ez az áfa, mert nem tudom. Tehát belülről is nagyon sok, de még egyszer hangsúlyozom, itt azért két hatalmas szervezet, Pécs városa és az egyetem, és egy nagyon fontos társadalmi összefogó szerv az, amelyik megpróbálja ezt közösen egy kicsikét igazgatni, és van mit, mert Pécs nagyon nehéz helyzetben van. Így van, ezt mindenki tudja, hogy gazdasági mutatói a megyének, a városnak elég rosszak itt a hazán belül. A kamara viszont segíthet ebben a projektben a vállalkozóknak, a kis- és középvállalkozásoknak, illetve az egyetemi kutatóknak egymásra találniuk. Hogyan? A kamara részéről ugye az egy nagyon fontos feladat, hogy azokat a kutatásokat, ami a Szent Ágotai János Kutatóközponton belül folyik, azokat piacosítsa, és minél inkább a piachoz közel terelje. Ennek keretein belül 50 darab portfóliót készítünk ezekről a kutatásokról, amiket feltöltünk az Enterprise Europe Network hálózatába, és ott nemzetközi láthatóságot biztosítunk ezeknek a kutatásoknak. Így partnerkapcsolatok, tőke, nagyon sok minden áramolhat be az egyetemre. Azért is fontos, hogy az egyetem ilyen módon nyit a kamara, illetve a vállalkozások felé, mert egy kicsit tapasztalatot is szerez ebből, hiszen a vállalkozások is szeretnék az egyetemnek a kutató kapacitását
felhasználni, és talán látja, hogy közelebb kerülnek egymáshoz ezek a szereplők. Tehát akkor nem feltétlenül pécsi baranyai vállalkozások húzhatnak hasznot az egyetemi kutatásokból? Nem szűkíteném így le, hogy csak pécsi baranyai vállalkozások, ők is húzhatnak ebből hasznot. Akkor ez azt is jelenti, hogy akár visszafele is működhet ez a kapcsolat? Tehát jön egy vállalkozás, egy vállalkozó, aki bizonyos kutatási eredményekre támaszkodva, módszerekre támaszkodva, amik már az egyetemen megvannak, abból fejleszt ki egyfajta terméket. Ez célzottan keresve. Természetesen működik ez az irány, és létezik egy ipari tanácsadó testület, aminek pont az a feladat, hogy a kutatásokat az ipar igényei felé orientálja, és azok a kutatásokat helyezzék előtérbe, aminek piaci kapcsolata is van. A város hogy kerül ebbe a konzorciumba? Milyen hasznot remélhetett a Pécsi Városfejlesztési Cég? Ugye a város úgy került, Pécsi Városfejlesztési ZRT a konzorcium partnere az egyetemnek és a kamarának. Amikor a projektet készítettük elő, akkor nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy tud ez jól fölépülni, úgyhogy később ez használható is legyen. És ugye azt látni kell, hogy anélkül nem tud egy jó kutatás megvalósulni, akár cégek nem tudnak ide települni, hogyha a város nem tesz valamit. És ebből kifolyólag mi azt a feladatot vállaltuk, hogy elkészítünk egy teljesen új úgynevezett befektetési portfóliót, tehát a város összes ingatlanállományát felmérjük, ez lekérhető lesz adatbázisban. Létrehozunk egy nyilvános honlapot, ahol az egyetemmel, kamarával közösen az összes adat meg fog jelenni, amit egy esetleges befektetőt érdekelhet. Tehát itt a végzettségekre, a képzésekre, a diákok számára, a nyelvtudástól elkezdve minden megtalálható lesz, illetve amiről még beszélgettünk, és ez is most úgy tűnik, hogy meg fog valósulni, hogy létre fogunk hozni kimondottan egy ilyen kutatókereső programot. Ez azt jelenti, hogy a bizonyos projektek ott megjelennek, és a kutatók egymást meg is találhatják, és ide is jöhetnek kutatni, illetve a kutatócserékre lesz lehetőség. Tehát egyrésztről a város azt vállalta, hogy csúnya szóval megágyaz a befektetőknek, tehát előkészíti a terepet, megkeresi megfelelő helyet, embereket, azokat az irányokat, amikben tényleg érdemes elindulni és befektetni, és ezen kívül még az egyetemek között, a kutatóhelyek között is segíti a cserét, a kapcsolatot? Igen, én úgy gondolom, hogy egy városnak ez a feladata alapvetően, tehát ugye az egyetemtől nem fogja tudni átvenni azt a feladatot, hogy ott a megfelelő színvonalú képzés már folyik, viszont ugye az egyetemnek egy segítség az, hogyha a város már tud adatokat adni, amikor őt megkeresik, van egy olyan hely, ahonnan le lehet kérni. Ugye a kamaránál nagyon jól működnek a klaszterek, tehát ott is van egy élő együttműködés, ugye vannak már a duális képzések, amik bevezetésre kerültek, viszont óhatatlanul a vállalkozásokkal a város áll napi kapcsolatban, tehát mi fölmérjük az ő igényeiket is, tehát erre vonatkozóan is készítünk egy nagyobb anyagot kérdőívezéssel, személyes interjúkkal, és ez fogja képezni ugye az egyetem és a kamara által készítendő végső anyagot, és ez alapján határozzuk meg a jövőbeni együttműködés irányát. Milyen irányokba indulhat el ez az együttműködés, milyen kutatásokban, milyen területeken erős az egyetem? Hát itt van egy sajnálatos nagy belső ellentmondás. Az egyetem szerkezete és az egyetemet körülvevő gazdasági élet szereplői között. Ennek pedig az a lényege, hogy a Pécsi Tudományegyetem hagyomány, történelem, tudománytörténeti okokból kutatási, innovációs területén, például nagyon erős az orvostudomány területén, genetika területén, idegtudományok területén, biológia területén, és most ha azt keresi, hogy ezzel kapcsolatban milyen gazdasági környezet van a városban, vagy a régióban, akkor ez nagyon-nagyon szegényes. Egy közepes méretű gyógyszergyár van, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem ezen a területen hát pusztaság van. Magyarra fordítva azt kell, hogy mondjam, hogy ha mi orvosi és biológiai területen akarunk az innováció irányába mozdulni, ki kell lépnünk a régióból. De hát ez lehetővé teszi a kilépést. A másik oldala, sok olyan vállalkozás van, amit az előbb említett is, hogy vajon van-e olyan, aki a saját termékével jön, hogy segítsetek továbbfejleszteni, vannak ilyenek. Ők azonban elsődlegesen
mechanotronika, automatizáció, informatika, könnyűgépipar területén jelentkeznek, tehát itt meg nekünk kell felkötni. Van ugye egy műszaki és informatikai karunk, tehát itt kell hát erősítenünk nekünk. Ami annyit jelenti, várhatóan egy ilyen közös pályázatnál én azt várom, hogy minden korábbinál világosabban mutassunk rá például arra, hogy az egyetemen hol kell súlyokat áthelyezni, erőpontokat áthelyezni, képzési struktúrákat a jövőhöz igazítani. Igen, hát és ez szinkronban áll azzal is, hogy ugyebár minden nap halljuk, hogy a felsőoktatást hozzá kell igazítani a piaci viszonyokhoz, a kereslet-kínálati viszonyokhoz, akkor ez a projekt is hozzájárulhat ehhez, nem? Igen, én azt gondolom lényegesen hozzájárulhat. Persze a felsőoktatásnak nyilvánvalóan van egy olyan értelmiségképző funkciója is, amit nagyon nehéz apró pénzre váltani, de egyetértek, a modern egyetemek a őket körülvevő, akár tágértelembe körülvevő gazdasági élet nélkül nem tudnak messzire jutni. Ma nem azt a világot éljük, hogy ezt költségvetési forrásokból bárki megkapná. Az prosperál, aki megtalálja a kapcsolatát a gazdaság, vagy segít megteremteni azt az új gazdasági tényezőt, hogy ott meginduljon az élet. Ezek az egyetemek tudnak megindulni. Ha már vállalkozásokról, cégekről volt szó, hát én is alig tudok olyan cégről, aki tényleg ilyen orvos technológiával, biotechnológiával foglalkozik, egy-két kutató, aki saját céget alapított, ilyenekről tudok, hallottam, láttam őket. A kamara részéről mi a helyzet? Mennyire mérték ezt fel, mennyire tudják, hogy hol kell keresni az ilyen cégeket? A kamara részéről igazából nagyon nagy felmérés ehhez nem kell, tehát az tisztán látszik, amit a professzor úr is elmondott, hogy azok a területek, amiket kutatnak, meg azok a területek, amire ipar van, az teljesen, azt nem mondom, hogy teljesen, de nagyban eltér egymástól, hogy itt az lenne valószínűleg ebben inkább a feladat a kamara részéről, aki ugye legfőképp a cégeket képviseli, hogy a cégek számára a szükséges kutatási irányok, illetve szakképzett munkaerő, ezek megjelenjenek az egyetem részéről. Tehát, hogyha itt felvevő piac van informatikusokra nagy számban, akkor azt várjuk az egyetemtől, hogy informatikusokat ontsa magában, hiszen több százas létszámban tudnánk őket felvenni. De ez igazából bármelyik szakmára, illetve nagyon sok hiány szakma van, nagyon sok szakképzett munkaerő hiányzik a cégektől. És a termékfejlesztés, tehát az innováció, termékfejlesztés, kutatásfejlesztés terén mit tehet a kamara? A kamara a kutatás fejlesztés terén annyit tud tenni, hogy azokat a kutatási igényeket, amelyek a cégeknél megjelennek, azokat igyekszik az egyetem felé továbbítani, illetve megkeresni azokat a kutatócsoportokat, akiknek ez a szakterületek is ezzel foglalkoznak. A város egyébként mennyire felkészült arra, hogy fogadja ezeket a cégeket, akik netán éppen olyan dolgokat szeretnének gyártani, ami különleges körülményeket igényel, például egy orvos technológiai cég, mennyire van meg az infrastruktúra? Én úgy gondolom, hogy a város teljes mértékben felkészült. Ugye a mi munkánk, ami most zajlik, annak az a lényeg, hogy ezeket az adatokat összegyűjtsük. Ahogy az eddigi befektetői megkeresések érkeztek, abból látjuk, hogy milyen irányba kell haladni, és milyen igény van ahhoz, hogyan egy anyag, hogy épüljön föl, hogy álljon össze. Én úgy gondolom, hogy elég sokféle infrastruktúrát ki tudunk ajánlani, de ugye sajnos a befektetőktől is függ, hogyan éppen mire van szükségük, tehát pont ez lenne a lényege, vagy ez lesz a lényege ennek a projektnek, hogy lesz egy alapadatbázis, amiből akár az egyetem, a kamara is tud dolgozni, és mi is rögtön tudunk reagálni, illetve még annyit beszéltünk, hogy az lenne a cél, hogy hosszú távon úgymond egy ilyen egyablakos ügyintézést meg tudjunk valósítani hárman közösen, hogy tudjunk létrejönni egy irányító testület, akik rendszeresen üléseznek, és meghatározzák a következő lépéseket, mert közösen biztos, hogy sokkal eredményesebbek leszünk. Akkor beszéljünk magáról a pályázatról, hiszen a Tudáspark projekt már áprilisban elindult hivatalosan. Mire írták ki pontosan ezt a projektet, mik az elvárások, milyen mutató számoknak kell megfelelni, és egyáltalán mekkora összegből kell megvalósulnia? Hát a pályázat teljes összege az 640 millió forint, amelyet 100%-ban
központi forrásokból kap mind a három partner, tehát nekünk saját forrást nem kellett hozzátennünk. És hát sajátos, hogy kétségtelen áprilisban megkezdtük a projektnek a megvalósítását, ezt mind a hárman, már mint a három szervezet szabad elhatározásából, szabad akaratából önként tette, és hát a projektnek a finanszírozása pedig a nyár folyamán indult meg. Tehát addig a forrásokat megelőlegeztük, abban a bizakodásban, hogy meg fogjuk kapni, és óriási ütemben kell dolgoznunk, ugyanis november 15-tel minden zárul. November 16-án már semmilyen tevékenység ebben a projektben nem számolható el, és ezen belül nekünk nem csak, hogy dolgoznunk kell, hanem bizonyos anyagokat papírra kell vetni, esetleg testületekkel el kell tudni fogadtatni. Tehát ez egy nagyon kemény munkával zajló folyamat mind a három területen, és hát nem ez az első alkalom, hogy így mondjuk beszélgetünk erről a projektről. Ezek kiadványokban fognak megjelenni. Az egyetemi belső életen például vannak olyan tervezett lépések, amit rektori vezetői elé kell vinnünk, szenátussal el kell fogadtatnunk, mert belső szervezeti változást akarunk generálni. Hát én ennyit tudnék az egyetem oldaláról mondani. A 640 millió forinton belül a fő kedvezményezett az egyetem. Most egészen pontosan nem tudom, lehet, hogy a kollégák tudják, hogy ezen belül mennyi, de olyan 350 körül, ami az egyetemre jut. És miután ez a pályázat egy olyan nagy pályázati kategóriába tartozik, amit úgy hívunk, hogy támogatott típusú pályázatok, ez annyit jelent, hogy ezeken eszközt vásárolni nem nagyon lehet, itt szakértői anyagokat lehet elkészíteni, a benne szereplők találkozását lehet elősegíteni, partner találkozókat lehet szervezni, tehát ilyen jellegű finanszírozásra alkalmas. És konkrétan november 15-ére mit kell letenni az asztalra magyarul? Egy kutatási jelentő, vagy záró anyagot kell letenni, amelyben az előbb elmondott céloknak a megvalósulását, vagy legalábbis azt világosan bizonyítani kell tudni, hogy ez az a három partneres együttműködés föltárta azokat az okokat, hogy hogyan lehetne szorosabban együttműködni, hogyan lehetne intézményesíteni ezt az együttműködést, hogyan tudnának a vállalkozások sokkal élőbb és gyorsabb információs helyzetbe jutni, mint korábban. Ugyebár ő tart már a munka egy ideje. Mik a tapasztalatok, hol lehetne javítani, hol kell változtatni ezen az együttműködésen, vagy mi az, ami jól működik? Város, kamara? Én úgy gondolom, hogy minden jól működik. Az azért hozzátartozik, amit professzor úr is említett, hogyan időszűkében vagyunk. Tehát, hogy itt most mindenki gőzerővel megy előre és készíti az anyagokat, hogy tényleg összeálljon. Én úgy gondolom, hogy ugye november 15-ével elkészülnek az anyagok, akkor veszünk egy nagy levegőt, és akkor az alapján tudunk újra összeülni, és akkor már ténylegesen az operatív lépéseket a jövő évre kidolgozni. Tehát a következő évre ez mit jelent? Amit így már talán említettem, ugye az lehet, eredetileg még annól, amikor a pályázat kiírásra került, akkor még volt egy olyan gondolat, hogy akár ez a három szervezet közösen létrehozna egy céget, ami foglalkozna kimondottan ezzel a kutatásfejlesztéssel. Miután itt ugye időben egy kicsit máshogy alakultak a dolgok, egyelőre ennek a cég megalapítása ugye nem került napirendre vagy terítékre, de én úgy gondolom, hogyha nem is cégben, de ezt az együttműködési formát kell nekünk kidolgozni, és mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy a jövőben egy eddig is szoros kapcsolat volt, de kimondottan ennek a területnek legyen egy úgynevezett irányító testülete, aki ugye az elkészült stratégiák alapján az operatív megvalósítást nyomon követi, és a saját szervezetén belül pedig ugye a feladatokat végrehajtatja. Tehát akkor nem egy külön szervezet, hanem időről időre összejön egy grémium. Ez lesz a megoldás, akkor... igen. Kérdezte, hogy mi működik jól, és mi nem működik jól. Az egyetemen a Szent Ágatai János Kutatóközpont egy sok tekintetben különleges struktúra, de az egyik ilyen tekintet az az, hogy saját magunk életre hívtunk a fejünk fölé két szervezetet, a Nemzetközi Tanácsadó Testületet és egy Ipari Tanácsadó Testületet, erre utalás is történt. A Nemzetközi Tanácsadó Testület
nagy nemzetközi hírű, ilyen központot már létrehozott, 20 éves tapasztalattal működő, innovációs szakemberekből áll, kutatókból áll, egy holland elnöke van, finn tagja, német tagja, magyar tagjai is vannak. Az ő most az elmúlt napokban lezárult nagyon részletes háromnapos szakmai vizsgálódásuknak az egyik fő megállapítása az az, hogyha mi és hát velünk együtt a másik két partner is például az Unióban eredményesen akar pályázni, akkor a jelenleginél sokkal élőbbé kell tenni a brüsszeli kapcsolatrendszerünket például. Ilyen és hasonló felismeréseknek a valóságá váltását várom én, vagy legalábbis a szervezeti keretek kialakítását várom én egy ilyen pályázattól, hogy azt mondjuk kérem, ebbe az irányba nagy valószínűséggel lenne önöknek egy közös siker lehetősége, de tessék erre jövőre gondolni, mert arra ugyan ebben a pályázatban pénz nincs, hogy ezt megvalósítsuk, de ha fölismerjük azt, hogy miknek adjunk prioritást, akkor hát a saját költségvetésünket úgy tudjuk irányítani, hogy a következő évben erre valami fordul. Tehát ez egy sikerterület. Ahol biztos, hogy igazítanunk kell a jelenlegi gyakorlaton, az az ipari tanácsadó testületnek a tevékenysége. Ezt is végignéztük, nagyon őszintén minden egyes tagjával végigbeszéltük, és szeretnénk nem kis részben a kamara segítségével ezt sokkal élőbbé tenni, és sokkal inkább egy ilyen pezsgő műhelyé tenni annak érdekében, hogy ők is kapjanak valamit, és mi is profitálni tudjunk. A következő néhány év pályázati jellegű egyetem finanszírozása az elképzelhetetlen az ipari partnerek nélkül. Gyakorlatilag túlzok, de majdnem igaz, amit mondok, nem lesz olyan pénz, amit nem az ipari partnerekkel lehet elnyerni. Tehát itt hiába jön bárki a Nobel-díjat megszakító ötletével, keressen hozzá egy céget, mert akkor lesz belőle pénz. A kamarát meg nem hallottuk. Mint kell változtatni, hogy látják, mi az, ami jól működik? Én azt látom, hogy teljesen harmonikus az együttműködés, tehát problémákat én sem látok. Itt nyilván, amit a többiek is elmondtak, hogy nagyon feszített az ütemterv, ezt tartani kell, és ezt minden szereplőnek tartani kell ahhoz, hogy sikeresen tudjon zárulni a projekt. Én azt szeretném volna itt kiemelni, hogy például annak az ipari tanácsadó testületet, amit a professzor úr elmondott, annak a módszertanának, a működésének, a módszertanának a kidolgozása és a kamera feladata. Ez egy nagyon pozitív dolog, hogy a piaci szereplők bele tudnak abba szólni, hogy az ipari tanácsadó testület hogyan működjön, vagy mit javaslunk, hogy hogyan működjön ez a terület. És hát amit a professzor úr mondott, abból egyértelműen kiderül, hogy a jövőben tényleg egymásra vannak utalva, tehát nem elég tényleg egy jó ötlet, egy kutatást nem fognak meg finanszírozni csak úgy, csak akkor, hogyha remélhető valami gyakorlati haszna, nem? Jól értem? Teljesen átalakul az innováció finanszírozás, átalakult múlt időben. Nyilvánvalóan megvannak ezentúl is azok az alapkutatást támogató fórumok, amik korábban megvoltak, de ezek az innovációs lehetőségekhez képest apró pénzt jelentenek. A nagy lehetőség az ott van, hogyha a környezet támogatásával és a környezetre az egyetem visszahatva, azt elősegítve tud valamiféle kovászként szerepelni a gazdasági élet szereplői között. Ezt honorálja az új rendszer, és ebbe bele kell szoknunk, különben nehéz világ vár ránk. És nem szabad még egyet elfelejteni, hogy még most van 2015, még két és fél három évig tart ez a kegyelmi állapot, hogy bármilyen nehéz is ma pénzhez jutni, a vidék könnyebben tud. Tehát a felzárkóztatáshoz megkülönböztetetten jó helyzetben van Debrecen, Szeged, Pécs, meg a Veszprém, a nagy egyetemek, mert ezekhez a forrásokhoz nagyon limitáltan tud Budapest hozzáférni. Ez várhatóan 2018 után meg fog változni. Én azt hallottam, hogy még a saját bevételeit is kell növelnie az egyetemnek, ezzel párhuzamosan a saját kutatás fejlesztéseiből, tehát még azt is beleszámolják majd, illetve hogy annyival kevesebbet kap majd állami támogatásként, nem? Igen, tehát, hát, hogy megpróbálnak minél több mindent. Minél sikeresebben dolgozunk, annál kevesebb pénzt kapunk. Nem, én azt remélem, hogy ezért ez nem így lesz. Az kétségtelen, hogy a magyar egyetemek költségvetési bevételeinek
a százalékában, talán egy tizedében szerepel az az ipari bevétel, mint egy nagy nyugati egyetem. Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban is azért nagyon meg kell dolgozni az ipari bevételért, de a jó nevű egyetemek ennek sokszorosát tudják bevezetni. Most nem csak euró-forint viszonylatban, hanem a saját költségvetésük arányait tekintve is sokkal többet tudnak behozni. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy Münchenben vagy Milánóban a gazdasági környezet sem ugyanaz, de hát minden-mindennel összefügg. Így van. Hát nincsenek egyszerű helyzetben a szereplők, se az egyetem, se a város, se a kamara, viszont tényleg hát a jövő az diktálja, hogy kellenek az ilyen közös együttműködések. Én a munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Széchenyi 2020 készült a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából.